Közös fotó a Nyuszival, Nyuszi simogatás, tojásfa. A jubileumi Nyuszi futáson a megszokott képek várták a csarnokba érkezőket. A résztvevők között minden korosztály képviseltette magát, a legkisebbek babakocsiban várták a rajtot. A volt válogatott kosárlabdázó Farkasinszki Orsolya korábban rendszeresen részt vett a Nyuszi futáson, ezúttal pedig már két gyermekével érkezett. A fia már most óvodás, úgyhogy mondtuk neki, hogy most már lehet itt az ideje kipróbálni, pláne, hogy atlétikára is jár egyébként, úgyhogy egy kicsit hazai környezetben mozog. Erdősnyi Balog Erika korábban szervezőként volt részese a rendezvénynek, szombaton viszont már lányával és unokáival teljesítette a távot. Gyakorlatilag amióta a sportcentrumnál dolgozok, ugye még annak idején még játszottunk, és még a stadionban, tojásdobáláson mindenféle, és szervezésben is részt vettünk, úgyhogy most pedig nagyon örülök, hogy már a legkisebbeket is el tudtam hozni. A szervezők eleve úgy készültek, hogy kedvezőtlen időjárás esetén zárt térbe viszik a rendezvényt. Ez végül nem látszott meg a résztvevők számán. Legalább 1500-an vagyunk itt a rendezvényen, és nagyságrenddel túl szárnyaltuk a tavalyi közel 1000 főt, és ezért is örülök annak, hogy szeretik a Nyíregyházi Sportcentrumnak a rendezvényeit. Csodálatos ez a csarnok, és fantasztikusan sok gyerek és felnőtt érkezett erre a rendezvényre. Én bízom benne, hogy a jövőben is így lesz, hiszen ezek a rendezvények bevezetett események, és jól érzik magukat, akik ide ellátogatnak. Mindenki, aki lefutotta 400 métert, csoki tojást kapott, a szerencsések pedig tombalányért ajándékot érhettek haza az atlétikai centrumból.